Az egyik ismerősöm, aki férfi, regisztrált társkeresőre nőként, mert kíváncsi volt arra, hogy amit mi itt mondunk, az tényleg valide, hogy ilyen überparasztok. És azt mondta, hogy el nem tudta volna képzelni, hogy mi lányok ezt kapjuk a túloldalon. És ott megkapta azt, amit te is egyszer, még nem tudom, valamikor. Dagadt vagyokat? Nem. Emlékszel arra, amikor valakinek nem úgy válaszoltál, és te büdös, kurva, és kiszakadt belőle az összes feszültsége. Ja, persze. És hogy ő ezt így megkapta, ez a férfi ismerősöm, M+1 férfitől. És azt mondta, hogy ő most így elnézést szeretne kérni az összes férfi társa nevében. Szóval, hogy amiket mi mondunk itt, hogy nézzetek már magatokra, meg fiúk, és akkor mindig jön, hogy kikérjük magunknak, hogy, de amikor egy férfi mondja, hogy nagy számosságban ezzel találkozik, az durva. Ez mennyire zseniális. Ezt nem mesélted még, úgyhogy itt azért vigyargok ilyen nagyon önelégülten. De ez bevállalós, ez tetszik. És egyébként hányszor gondolkodtunk mi is, és beszéltünk arról, hogy regisztrálni kéne a társkeresőre nőként, nem? Férfiként, ellenkező nemként, hogy egyáltalán mondjuk én a konkurenciát nézném, tehát nem feltétlenül az, hogy hogyan bánnak velünk a nők, mert van egy olyan, nem tudom én, feltételezésem, hogy azért a nőknek többsége, aki ott van, azért tényleg magamból indulok ki normális, lehet, hogy mégsem. De hogy ezt egy pénztárca méregetőkkel. Csináljunk már egy ilyet, és akkor kiderül, hogy tényleg a mérete, meg a pénztárca mérete a lényeg. Yes! Kellően jó faszik vagyunk-e, mint nők. Jó. Let's do it. Sem beszámolunk.